köszöntök mindenkit itt ma a Borissa házban 2015. május 30-án, és köszönöm, hogy előadom Gyerő László elfogadta a meghívásunkat. Egy nagyon rövid történetet szeretnék mesélni. Édesapám már nyugdíjazott belgyógyász főorvos, és mindig elégedetlen volt az én társadalom és természettudományi műveltségemmel, amiben hatalmas igazságot rejlenek. És négy szerzőtől kapok minden ünnepben, tehát a születésnap, karácsony, minden komoly ünnepre. Az egyik Mérő László, Csányi Vilmos, Barabás Robert László és Csíkszentmihályi Mihály, tehát édesapám ezt a négy embert tartja fontosnak, akit az én csacska bölcsészeti tudományok művelése mellett feltétlenül olvasásra és megvitatásra érdemesnek ítélt, úgyhogy külön öröm, hogy Pilisszabó ugyan közel van Budapesthez földrajzilag, de talán szociokultúrásban egy kicsit messzebb van, mint azt sokan szeretnénk. Köszönöm, hogy itt van velünk, és kérem, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, hát ebben a társaságban nagyon megtisztelve érzem magam már, mint a felsorolt szerzők társaságába. Én pedig úgy gondoltam, úgy döntöttem, hogy nem a mindenki másképp egyforma könyvről fogok beszélni. Azért nem, azt 20 éve írtam, 20 éve egyfolytában időről időre, beszélek róla. Most azon gondolkoztam, hogy hát ha most beszélek arról, hogy mit tennék ma hozzá. Egyébként a legkülönbözőbb, szóval ez a cím, hogy mindenki másképp egyforma, ez lefordíthatatlan volt minden más értelmes nyelvre. Pontosabban lefordítható volt az 8-9 szóval, de úgy címnek teljesen alkalmatlan. Tehát például a német fordítása az 10 szó, az angol az 9, szóval lett. Itt látszik néhány furcsa cím. Az az igazság, hogy nem is tudtam, mert egy könyvnek a címe ugyanis, az nem a könyv része. Egy könyvnek a címe, az a könyv marketingjének a része. Tehát a könyv címét a kiadó, a szerző tudta és beleegyezése nélkül is megváltoztathatja, ha marketing szempontokból úgy véli érdekesnek, vagy hasznosnak, vagy jónak. Ennek megfelelően angolul Moral Calculations címmel jelent meg a könyv, franciául Les Arrêts de Raison, tehát a észrejtek útjai címen. Németül ráadásul két címen is megjelent, mert először megjelent egy kis kiadónál, egy kis tudományos kiadónál, Optimal Entschieden címmel, tehát hogy optimálisan döntötte, nem túl szellemes cím. Aztán viszonylag sikeres volt, úgyhogy átvette a Rowold kiadó, ami Németország második legnagyobb kiadója. Egyetlen egy szót se változtatott a szövegen, az joga se lett volna. Viszont a címet megváltoztatta, ez lett a címe, hogy Die Logik der Unvernunft, tehát hogy az észszerűtlenség logikája. Nagyon jó cím, hogyha magyarul ez a mindenki másképp egyforma nem jó, akkor büszke lettem volna, hogyha ezt a címet adom neki. És ráadásul azóta csupa ilyen logikája szerű című könyveket írok. Az érzelmek logikája, a csodák logikája. Na, én most úgy gondoltam, hogy inkább arról beszélnék, hogy hát ez alatt a 20 év alatt írtam más könyveket is. Mit látok másképp, mit tennék hozzá? Tehát az első, amiről beszélnék, hát az az érzelmek logikája könyv, olyan értelemben folytatása ennek, hogy ott már magyarul is bevállaltam, hogy de jó kis cím, németül akkor legyen magyarul, annak meg ez a címe. No, az érzelmek logikájából azt érdemes tudni, az a köze a mindenki másképp egyformához, hogy hát a pszichológusok általában háromféle emóciót, vagyis érzelmet különböztetnek meg. Az egyik, amiket úgy elsődleges emócióknak szoktak nevezni, az az, amelyek úgy a külvilágból jövő ingerekre válaszként jönnek létre. Tehát ha most mit tudom én, itt beugrana ezen a piros függönyös ablakon mondjuk egy kardfogú tigris, mindenkibe támadnának érzelmek. Tehát mindenkibe zsigeri reakciók lépnének föl, lenne, aki leizzadna, lenne, aki kiszáradna, lenne, akinek a szív
ritmusa, meg felgyorsulna lenne, akinek lelassulna, tehát sokféle érzelmi, zsigeri reakciókkal válaszolnánk, és ennek megfelelően érzelmeket élnénk át, hogy az érzelmekre kire hogy hatnak. Hát lenne olyan, aki megpróbálna mondjuk lebújni a szék alá, hogy én itt sem vagyok, engem adjál békén, te tigris. Lenne olyan, aki megpróbálna elszaladni, hát ha kijut az ajtón, még épp. Talán még olyan is lenne, aki mondjuk előkapná a bicskáját, hogy na tigris, akkor küzdjünk meg. Tehát ugyanazok a, ugyanarra az ingerre sokféleképpen reagálhatunk. Ezek a reakciók általában genetikailag többé-kevésbé kódoltak. Tehát ezeket szokták a pszichológusok alapérzelmeknek nevezni. Érdekes például, hogy nincs közöttük a szeretet. Az alapérzelmek az öröm, a szomorúság, a düh, az undor, a meglepődés, a félelem, ezt a hatot tekintik a pszichológusok alapérzelemnek. Hülyék vagyunk mi pszichológusok, hogy a szeretetet nem tartjuk alapérzelemnek? Nem, hanem arról van szó pont, hogy ezeket az érzelmeket, amiket most soroltam, ezeket nagyon jól megismerjük például egymás arcáról, le tudjuk olvasni, de akár egy kutya vagy egy majom arcáról is, ezt a hat érzelmet elég jól le tudjuk olvasni. De hát ez még nem ok arra, hogy a legfontosabb érzelmet ne vegyük bele. A másik ok az az, hogy ezeket tudjuk megmondani a poligráfnak a jeleiből, tehát ha mérjük a zsigeri válaszainkat, tehát, hogy mit te mondjuk most, a bőrellenállásunk csökkent vagy nőtt, azaz kiszáradtunk egy kicsit, vagy épp, hogy izzadtunk, vagy mérjük mondjuk, hogy a vérnyomásunk csökkente vagy nőtt, pupillánk beszűkült vagy kitágult, rengeteg ilyesmit lehet mérni. Akkor, ha csak a poligráfot látjuk, az illető embert nem is, ezt a hat érzelmet meg tudjuk mondani, hogy éppen ezt éli át, a szeretetet nem. Még hogyha valaki mondjuk a gyerekére vagy a szerelmére gondol nagyon intenzíven, akkor se tudjuk leolvasni az arcáról, hogy most arra, hogy most rá gondol, hogy most éppen belülről elárasztotta a szeretet. Tehát egyébként talán ezért volt szükség Jézusra. Pont ezért, mert a szeretet nincs belénk kódolva biológiailag. Tehát egyébként, ha belegondoltok, valamennyi nagy proféta valami olyasmit tanított az emberiségnek, ami biológiailag nincs belénk kódolva. Mózes azt, hogy hogyan kell népként viselkedni, és nem csak egy szedetvedett népségként, Jézus a szeretetnek a parancsát, de például a mohamedánok azt mondják, hogy se Jézusnak, sem Mózesnek nem adatott meg az, hogy a saját életével példát mutasson mondjuk arról, hogy hogyan kell házasodni, hogyan kell gyereket nevelni, hogyan kell üzletet csinálni. Szerintük ezért kellett a harmadik proféta. Tehát szintén valami olyasmire, amit nincs belénk kódolva. Egyébként talán érdemes is, nehogy félreértsetek, egyáltalán nem a szondos, hanem nem egy muszlim hittérítés most, amit végzek itt, csak talán érdemes, innen lehet megérteni a sértettségüket mondjuk a keresztény világ felé, mert ők elfogadják a mi profétánkat, Jézust is és Mózest is elfogadják nagy profétának, csak gondolják, hogy kellett egy harmadik, mi meg nem az övékét, ez persze sértő, ez nem csoda, hogy sértő. Tehát, ez az elsődleges emóciók. A másodlagos emóciók azok olyanok, hogy amit a saját gondolataink hoznak létre bennünk. Tehát saját magunkat is dühbe tudjuk gorítani, vagy tudunk jókedvű hangolni magunkat, tudunk megkönnyebbülni azért, mert ezt akarjuk. De még egy oka volt, amiért ezek érzelmek lettek, az ugyanis, hogy a gondolkodó lények vagyunk, egyébként nem csak mi emberek, már sok emlős is, sokkal gyorsabban tudunk reagálni a külvilágnak a kihívásaira akkor, ha nagyon gyorsan tudunk emlékezni arra, ha valamit egyszer már végig gondoltunk. Na most, egy mérnök az elsődleges emóciókat nagyjából ugyanúgy oldotta volna meg, mint ahogy az emberbe megoldották, csak nem érzelmeknek nevezni őket, hanem mondjuk markerimpulzusoknak. Tehát azt mondaná, hogy bizonyos fajta impulzusok jöjjenek akkor, ha dühösek vagyunk, vagy bűre van okunk, vagy éppen vidámak, vagy éppen meglepődünk, vagy undorodunk valamitől. No,
Még mielőtt elmondanám, hogy mi a nagy trükkje a természetnek, ami így alakult, vannak harmadlagos emócióink is, amelyek, ez viszont már csak az emberben van, amelyek abból jönnek létre, hogy definiáljuk magunkat valaminek, mondjuk egy vallás hívőjének, vagy mondjuk környezetvédőnek, szinte bárminek, ez is tud bennünk érzelmeket előhozni. Tehát mit te mondjuk egy környezetvédőnek, hogyha itt szemetelek, csak úgy, persze, hogy dühös lesz, vagy mondjuk egy mélyen hívő embernek káromlom az Istent, persze, hogy dühös lesz. Tehát ezek is érzelmek, ezek viszont, ezek már csak az emberben jelennek meg, ilyen mondjuk a hazafiság ilyen, de ilyen például a krisztusi szeretet is ezek szerint. No, tehát például nincs olyan, hogy hazafias kutya. Sok mindent tud egy kutya érzelmileg produkálni, ez pont nem. Na, most az a helyzet, és ez viszont egy bérből biztosan nem így csinálta volna, hogy ez a három érzelem minden, tehát nyilván először kialakultak az elsődleges emóciók, kellett és segített a túlélésben, persze. Tehát, hogyha gyorsan tudunk reagálni mondjuk a karcfogú tigrisre, az sokszor az életet jelentheti. Nem véletlen, hogy az elsődleges emóciók többsége negatív érzelem. Szomorúság, düh, undor, meglepődés, félelem, egyetlen egy pozitív alapérzelem van, az öröm. Tehát persze, mert sokkal veszélyesebb az, hogyha valami fenyegetést nem reagálunk elég gyorsan. Jó, tehát kialakult ez eddig egy mérnök is így csinálta volna. Utána kialakultak olyan lények, amelyek gondolkodni tudnak. Ezek a lények, ezeknek arra van szüksége persze időnként, hogy a régen átgondolt dolgokat ne kelljen újra átgondolni, mert az marha lassú, hanem azonnal tudjon reagálni, hogy ja, ezt már ismerem, ezt már végig gondoltam. De és itt történt az, amit ekkora baromságot csak az evolúció tud csinálni, ugyanis az evolúció az nem... Na, tulajdonképpen az evolúció pontosan azt csinálja, amiről öt éven át beszéljük le mondjuk a mérnök hallgatókat a műegyetemen, mindegyik műegyetemen. Ha egy műegyetemnek a lényegét, akármelyik szakot, a villamosmérnököt, a vegyészt, akár a bölcsészmérnököt is, tehát mondjuk az ilyen mostában műegyetemen tanítanak, mondjuk médiatudományt is. Ha ezeket mind egy mondatban össze kell foglalnom, a műegyetem arról szól, hogy ne gányolj, ha nem tervez. Na most az evolúció az nem tervez, hanem gányol. Használja azt, ami éppen a keze ügyébe van, meg még ami esetleg valami véletlen folytán oda kerül, mondjuk egy mutációt, vagy ilyesmit. Az evolúció az bizony buherál, fuserál, tákol, gányol, van rá néhány szavunk erre a viselkedésre. Ezt csinálja, és ezzel például az érzelmekkel például azt csinálta, hogy ha már ott volt az a jó kis csatorna, amit kialakított az elsődleges érzelmekre, hát ezt használta a másodlagos érzelmekre is, ugyanezt, ugyanúgy kódolva. Ez azért, egy Antonio Damasio nevű ember írt egy amerikai-portugál élettankutató, írt egy Descartes tévedése című könyvet, pont erről, mert Descartes még úgy képzelte, hogy teljesen külön van választva a test és a lélek, tehát mondjuk az érzelmek az a testnek a része, a lélek meg hát a gondolkodásunk. No, az derült ki a modern kutatásokból, ez az, ami nagyon nem igaz. Szétválaszthatatlanul össze van bennünk keverve a érzelmek és az értelem. Ugyanaz, mind a három típusú emóció ugyanazon a csatornán fut, és ugyanazokat a kódokat használja. Ezért van az, hogy az érzelmeink ennyire kuszák. Tehát például mondjuk, képzeljük el, hogy van egy enyhe rossz hangulatunk. Hát, ennek lehet az az oka, hogy mondjuk mit tegyen, ócska az idő, kint villámlik, mennydörög, na mindegy, ez így egy kicsit krimisre sikerül, de nem baj. Tehát tényleg ócska az idő, jön az az impulzus azon a csatornán, hogy vacak a világ, csináljunk valami jobbat. Ha éppen, de ha gondolkodunk valamin,
És van egy régi emlékünk, hogy ez a gondolatmenet egyszer már Zsákutcába vezetett minket. Ugyanezt tapasztaljuk, hogy vacak a világ, kezdve gondolkozunk valami máson. Tehát ezért van az, hogy például rossz hangulatban sokkal alaposabbak vagyunk, sokkal kevésbé vagyunk kiszolgáltatva például a sztereotípiáinknak, tehát például akár a legegyszerűbbeknek, tehát mondjuk a etnikai vagy bármilyen előítéleteinknek, sokkal kevésbé vagyunk kiszolgáltatva rossz hangulatban, mint jóba. Ezt egészen egzakciológiai kísérletek igazolták. Ezeket a kísérleteket most úgy nem mondanám el, maradhat a gyermek nyugodtan. Ez a rossz. De a jó hangulatban is ugyanez van. Jó hangulatban általában sokkal gyorsabban döntünk, sokkal egyszerűbb a világ. Nehogy félreértsetek, nem a rossz hangulat dicséretén zengem. Igaz, hogy rossz hangulatban, félreértés ne essék, most nem egy depresszióról beszélek, vagy egy ilyen állandósult, már-már kóros, vagy akár kóros rossz hangulatról, hanem egy könnyen oldható, rövid ideig tartó, egyszerű kis rossz hangulatról. Nos, rossz hangulatban általában tényleg alaposabban gondolkodunk, az érveink is jobbak, tehát például döntéseink is objektívebbek. Ez nem jelenti azt, hogy a rossz hangulat akkora jó, mert ugyanakkor rossz hangulatban ebből az is következik, hogy gyakran túlbonyolítjuk a világot. Tehát egyszerűen feleslegesen túlbonyolítjuk, mert hát azért éltünk túl, mert többnyire az első gondolatunk jó. Többnyire, amit már egyszer végig gondoltunk, az rendben van. De néha nem, úgyhogy néha hasznos az is, hogyha... Na most, mi ebben a mindenki másképp egyforma? Az tehát, hogy az érzelmeink ezek szerint, például a jó vagy a rossz hangulatunk, hatnak a gondolkodásunkra, csak hogy a jó és a rossz hangulatról elég pontosan tudjuk, hogy hogyan hatnak. Tehát így például, hogy jó hangulat... Na, jó hangulatban például több kreatív ötlet jut az esünkbe, de sokkal rosszabbul értékeljük ki. Ezért van az, hogy például a profi brainstorming vezető trénerek a brainstormingot mindig, tehát az ötletgenerálási ülést mindig két részletbe rebontják. Először finom kaja, pia az asztalon, kritizálni tilos egymást, minden arról szól, hogy csak jó hangulat legyen. Jönnek az ötletek, utána tartanak egy szünetet, legalább egy fél órás szünetet, de van, hogy két heteset. Az asztalról eltűnik minden, ami jó, maradt talán egy kis poshat víz, meg egy kis száraz pogácsa, ha valaki netán nagyon éhes, vagy szomjas, és akkor jön az ötletek kiértékelése. Azt ugyanis rosszabb hangulatban csináljuk hatékonyabban. Na, ez a helyzet a jó és a rossz hangulattal. Mi a helyzet a többi alapérzelemmel? Nos, nem tudjuk még. Ezek eléggé friss. Úgy tulajdonképpen az utóbbi 20 évben kezdett el ezzel foglalkozni a pszichológia, még annyi se tán. A jó és a rossz hangulatnak a hatását elég gyorsan fel lehetett térképezni. A többi alapérzelmet az is hat, mindenkinek a gondolkodására hat, de egyelőre annyit tudok mondani, hogy nagyon egyéni, hogy hogyan. Tehát, na mondok azért néhány anekdotikus példát. Például Schiller, a német drámaköltő, ő például arra jött rá, hogy az hozza őt ihletett állapotba, ha körülrakja magát csupa rohadtalmával, nagyon büdös rohadtalmákat rakott maga köré mindig, és ettől jött az ihlet, ettől írta mondjuk az örömódát, tehát örömbűvösségi szikra, akár németül is biztos valaki, én is el tudnám mondani, de nem fogom. Tehát szárnyal az örömtől, miközben szagolja a nagyon büdös rohadtalmát. Őre ugyanis így hatott mondjuk az undor nevű alapérzelem. Stendhal, a francia regényíró, hát ő például jogászhallgató volt egy darabig, de annyira unta, hogy abba hagyta, nem is végezte el a jogot. Aztán 40 éves kora körül kezdett el írni, és arra jött rá, hogy akkor hozza magát jó hangulatba az íráshoz, ha előtte legalább egy órát a legunalmasabb törvénykönyveket olvassa.
Őt ez hozta, az unalom alapérzelme, vagy majdnem alapérzelme hozta, ihletett állapotba. De például én is jártam így, tehát szóval középiskolás koromban viszonylag jól ment a matek, küldtek is versenyekre, aránylag jó eredményeket is értem el, de valami nagyon zavart, hogy a matek versenyek közben mindig volt egy ilyen időszak, amikor ilyen harctéri idegesség, így neveztem, vett erőt rajtam, hogy hogy a fenében már, hogy ezt ennyire nem látom, hogy mit kell csinálni, hát matematikus lennék, ezt meg kéne, hogy tudjam oldani. És próbáltam edzeni magam arra, hogy erről leszokjak, hát végül is matematika versenyről van szó, szintisztán racionális, semmi helye az érzelmeknek. Hát hál' Istennek nem sikerült, ugyanis ha sikerült volna, jelentősen rontotta volna a matematikai versenyeken elért eredményeimet. Most már tudjuk, akkor még a pszichológusok se tudták. Vagy például egy kollégám, aki üzletember, híres üzletember, tehát mondjuk nincs benne a 100 leggazdagabb magyarba, már a kiadványba, sokat fizet azért, hogy ne legyen. Hát, na, ez így néz ki egy igazán jó üzleti ötlet. A szerkesztőktől tudom, ilyen ismerősöm nincsen, de ők mondták, hogy van, aki meg azért fizet, hogy benne legyen. És a közönség meg örömmel olvassa, és nem is hülyeséget olvas, mert aki benne van, arról értelmes dolgokat írnak, hogyan ért el a sikereit, stb. Milyen ember. No, tehát ez az ember beszállt egyszer a cégünkbe, hát akkor derült ki, hogy milyen amatőr módon csináltam én a cég üzleti részeit korábban. A fejlesztésbe soha se szólt bele, de a üzletvitelt azt teljesen átvette. Megyünk egyszer Londonba egy tárgyalásra, a taxiba elmondta, hogy hát szerinte az üzleti partner hogy fog viselkedni, mit fog mondani. Leülünk, szó szerint azt mondja az üzleti partner, amit a taxiba mondott a srác. Mire mit látok, a srácnak ekkorára tágul a szeme, a hangja egy oktávval feljebb, csak hogy tényleg így gondoljátok? Nézek, hogy most mi megőrült hirtelen a kollégám. Nem, hanem nagyon pontosan tudta, mert gyakorolta, meg kiismerte magát, hogy az adott üzleti helyzetben a legjobb észérvek, tehát a legjobb racionális érvek, azok a meglepődés nevű érzelmi állapotban jutnak eszébe. Hát akkor csinált magának egy kis meglepődést. Máskor dühöt csinált, olyan is volt, hogy egy tárgyaláson elkezdett üvölteni, mint a sakál, minden ok nélkül, nem is értettem, hogy mi van már most. Ugyanezért, mert arra jött, mert tudta, hogy ebben az állapotban a düh nevű, hát kontrollált düh persze, de a düh nevű alapérzelem az, ami a legjobb érszérveket hozza ki belőle. Egyébként ilyet már láttam tőle korábban is, 30 évvel korábban. Hát sok évig nem találkoztunk, és véletlenül Liverpoolba futottunk össze. Ő előtte Londonban végzett el valami munkát, kapott egy csekket, internet akkor még nem volt, és furcsa, de nem volt. Volt olyan, hogy nem volt internet, olyan is volt, hogy nem volt mobiltelefon. Én már nem is értem, hogy találtuk meg egymást nélküle, tényleg néha nehezen. No, tehát, és a Liverpoolba be akarta váltani a csekjét, amire azt mondták, hogy hát ez 2 hét. Mire hát ő egy hetet akart Liverpoolba tölteni, és egy fillérje nem volt, úgyhogy hivatta az üzletvezetőt, az is azt mondta, hogy 2 hét. Na, ekkor elhatározta, hogy dühös lesz, elkezdett üvölteni, mint a sakál. Én csak néztem a sarokból, ott volt a biztonsági őr, ez egy pillanat múlva ki fogja dobni, de nem jeleztek neki, hogy dobják ki. Üvöltött, mondom, mint a sakál, hogy micsoda dolog ez, hogy 1200-as években, amikor második Edvárdot ki kellett szabadítani, akkor a yorki zsidók eljuttatták egy hét alatt a váltságdíjat Londonból Bécsbe. Mi az Isten tart akkor a 20. század második felében Londonból Liverpoolba ezen 2 hétig? Közben eszébe jutott, hogy nem Edvárd volt, hanem Richard. Nem baj, mondotta, csak javítsatok ki, annál könnyebb lesz dühösnek lennem. De nem javította ki senki, hanem 5 perc múlva a kezébe volt a pénze.
ugyanis olyan jó érvek jutottak eszébe, tényleg egy nagy cég, megbízható cég adta ki a csekket, itt lakott a sarki szállodába, bármikor meg lehet találni, nem akkora az összeg, hogy most ezért ezzel elszaladjon, megkapta a pénzét, tényleg. Tehát egyrészt igaz az, hogy a harag rossz tanácsadó, ezt a régi rómaiok óta tudjuk, de van, akire az is igaz, hogy létezik olyan, hogy hirtelen felindulásból elkövetett okosság. Ez történt például ezzel a sráccal itt a Liverpooli bankban. Tehát ez a mindenki másképp egyforma, igen. Olyan, tehát az alapérzelmek mindenkire hatnak, mindenkinek a gondolkodására. Még lehet, hogy 10-20 év múlva más fogok tanítani, vagy más fogok mondani, mert addigra jobban kiismerjük a többi alapérzelemnek a hatás mechanizmusát is. Egyelőre itt tartunk, hogy mindenki egyforma annyiba, hogy hatnak a gondolkodásunkra az érzelmeink. Tehát például, még ezt a katedrán is használom egyébként, amikor olyasmit tanítok, ami nagyon új anyag, tehát egyszerűen másképp kell látni a világot hozzá, hogy értse az ember, olyankor eléggé zord tudok lenni, nincs vicc, nincs poén, nem nevet senki. Máskor meg, amikor olyat tanítok, aminek úgy már megvan alapozva, csak gyakorolni kell meg hozzá, meg megszokni, akkor bármi hülyéskedek, ha nevessen a hallgatóság, nem árt az. Sőt, azt a fajta anyagot úgy tudják jobban megtanulni. A nagyon újat ott nem. Ott inkább legyenek egy kicsit rosszkedvűek, majd utána valahogy feloldjuk a szünetbe, vagy ha nem, akkor sincs nagy baj, majd holnap vagy holnap után. Tehát úgy tűnik, hogy a mindenki másképp egyforma elv, az például az érzelmekre is érvényes. Egyformák vagyunk annyiba, hogy mindnyájunkra hatnak az érzelmeink, de nagyon másfélék vagyunk annyiba, hogy kire hogy hatnak. Csak az öröm és a szomorúság az, ami majdnem mindenkire majdnem ugyanúgy hat. Intenzitásbeli különbségek vannak, de egyébként nem nagyon. Azt értjük is, az az evolúció gányolása miatt van. Tehát tulajdonképpen az érzelmek logikája, ha már foglaljam össze, ha már erről a könyvről ennyit beszéltem, az az evolúció logikája, a gányolás logikája, nem a tervezésé. Egyébként egy nagyon okos hallgatónő mondta egyszer, amikor így, hát először tanult így a szerelmek kémiájáról, hogy úgy mondjam, tehát hogy vannak olyan kémiai anyagok, amelyek a szerelemhez szükségesek, hogy létrejöjjön, oxitocin, szerotonin, ilyesmik. Kicsit elkámpicsorodott, hogy hát ennyi az egész. Aztán végül mesélte, hogy azt írta a naplójába este, hogy az okok prózaisága nem akadályozza meg a következmények költőiségét. Azt hiszem ez a legokosabb hozzáállás ehhez a témához. Aztán pont ebbe a fél évbe tanítottam most már is standard módon, tehát tananyagként ezeket a dolgokat. Egyszer csak találok a fakomba egy ilyen cetlit, nem írta alá, nem tudom kitől van, hogy na, fordítva is igazán, az okok költőisége nem akadályozza meg a következmények prózaiságát. Ez is igaz. Tehát tulajdonképpen ezt a logikát alkalmazhatjuk, ha akarjuk. A hangulatunkat kontrollálhatjuk úgy, hogy az adott feladathoz hatékonyabb legyen, vagy akár a környezetünkét, a munkatársainkét, vagy a hallgatóinkét. Alkalmazhatjuk úgy, ahogy ez az üzletember alkalmazta, hogy olyan hangulatba hozzuk magunkat, amiben tudjuk máshonnan régről, hogy a legjobb gondolatok, racionális gondolatok olyan állapotba jutnak eszünkbe, és még egyféleképpen használhatjuk egyszerűen úgy, hogy megtanulhatjuk szépnek látni ezt a költői kuszaságot. Az is egy út, és nagyon hasznos út, nagyon sok kellemes pillanatot tud okozni az ebek. Egyetlen egyet nem tudunk megtanulni, azt, hogy szétválasszunk biztos kézzel azt, amit az evolúció így összegányolt. Nem tudjuk megmondani, hogy egy érzelem mitől jön létre bennünk. Azért-e, mert a külvilágban valami ingerére reagálunk, azért-e, mert valamelyik saját gondolatunkra reagálunk, vagy azért, mert a saját öndefiníciónkkal kapcsolatban reagálunk valamire. Mit te mondjuk, káromolták az Istenünket, persze, hogy dühösek leszünk, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy ezért vagyunk dühösek, mert lehet, hogy amúgy közben meggondolkodtunk valami máson.
Tehát ez az, amit meg kell tanulnunk, hogy ez nem megy.